meg, Uram, szent ajtódat! Az Árszakra egyházművészeti fesztivál keretein belül nyílt meg egy olyan kiállítás a Bátai Szentvér Bazilikában, amely a népi vallásosság emlékeit mutatja be a helyi katolikusoknál. A tárlat felöleli a teljes életet, születéstől a halálig. És végigkíséri egyrészt a népművészetnek azon gyönyörű emlékein keresztül, amelyek itt a szövésben megmaradtak, ugyanakkor azokat a tárgyi emlékeket is fölvonultatja, amelyek a vallásossághoz, a népi vallásossághoz kapcsolódnak. Négy tematikai egységre oszlik, vagy osztottam föl a kiállítást. Az első tematikai egységnek az a cím, hogy hitélet a családban. Itt ebben a tematikai egységben olyan régi imakönyveket, énekeskönyveket, bibliákat mutatunk be, amelyek egyben családtörténetek is, hiszen az első oldalra az 1800-as évek elejétől beírták a teljes családnak a történetét. Ki mikor született, mikor halt meg a családban, és ezek igazából mementóul szolgáltak a család többi későbbi generációi számára. Aztán az 1900-as évek elejéről már vannak olyan bibliák, amikor maga nyomda készített olyan családi lapokat, amelyben megörökítik, hogy melyik család részére nyomták ki az adott példát. Nyilván ezt akkor meg kellett fizetni, de ez egy nagyon különleges dolog, illetve nagyon különleges és nagyon szép imakönyveket, mindennapi használatos imakönyveket gyermekek részére, felnőttek és öregek részére is. A második tematikai egységben a búcsújárásnak a hagyományvilágát elevenítjük föl, hogy a bátaiak két búcsújáról helyre jártak zarándokolni, az egyik Mária gyűd volt, gyalogosan zarándokolni, az egyik Mária gyűd volt, a másik pedig a Baja melletti Vodica. Mária gyűdre két napig tartott az út, van egy olyan fényképünk is, amely megörökíti a bújai állomáson, állomás helyen az odaérkező bátai zarándokokat, ez tulajdonképpen egy csoportkép. Látszanak rajta a kocsik, ugye gyalog mentek a zarándokok, kocsikkal vitték a batyuikat, a holmiukat, a felszereléseiket. Két nap, második napra értek a pünkösdi búcsúra Mária gyűdre, a visszafelé út pedig már megszakítás nélkül, visszafelé út az egy nap volt. A másik, a vodicai zarándoklat is nagyon érdekes, hiszen itt a Dunán, ugye a Réven csónakkal keltek át, a pap elkísérte őket egészen a Révig, utána pedig énekvezető asszonyok, férfiak vezették ezeket a zarándoklatokat. Ennek a résznek azonban más különlegessége is van. A bátaiak között is voltak olyan énekvezető asszonyok, emberek, ugye úgy hívjuk ezeket a néprajzi szaknyelven, hogy szent emberek, akik előénekelték, előimádkozták az imádságot, vezették ezeket a zarándoklatokat. Ennek egyébként nagyon ősi hagyománya van, ez visszanyúlik a török alatti katolicizmushoz, amikor licenciátusok, azaz olyan megbízott világiak vezették a vallási életet, mert kevés volt a pap, akik megbízást kaptak a püspöktől vagy plébánostól erre, az ő nyomdokaikat követték. Azért is különleges ez a rész, mert fennmaradt ezeknek, itt a bazilika anyagában, fönnmaradt ezeknek az énekvezető szent embereknek az írásos hagyatéka, írásos és nyomtatott hagyatéka. Ebben vannak nyomtatott ponyvanyomtatványok, énekes könyvek, füzetek, de vannak kézzel írt, és ez a különlegessége, van rengeteg olyan kézzel írt énekes könyv, amelyik a saját szerzeményüket tartalmazza. Tehát ezek tulajdonképpen, ezek az emberek, ezek költők is voltak valamilyen szinten, hiszen egy-egy népének dallamára ők maguk írtak szöveget. A harmadik tematikai egység a családi életben mutatja be az ünnepeket. Karácsonynál igyekeztünk bemutatni azt egy-egy ilyen kis enteriőrrel, hogy milyen volt egy bátai karácsony 100 évvel ezelőtt, amikor nem volt még fenyőfa, hanem karácsonyi termőágat díszítettek az asztalon, vagy lógattak le a gerendáról, illetve Kárpát-medencében több helyen is szokásos volt, bátán is szoktak Jézuska jászlat rakni a karácsonyi asztal alá, ami azt jelentette, hogy szalmát kötöttek díszes karácsonyi abroszba, és arra pedig rátették a családnak a legfontosabb eszközeit. Az asszony rátette
a tésztaszűréshez használatos fát, a fakanalat, vagy a tésztaszűrőjét, a férfi pedig a lószerszámot helyezték erre, kérve természetesen rá ugye a születő Jézusnak az áldását, ugye a szalma az a Jézuska jászlat is jelképezte. Ezt az asztalt karácsonyi bátai abrosszal, csillagos abrosszal takartuk le, az asztalon pedig karácsonyi jellegzetes ételek, aszalt, gyümölcs, dió és almát helyeztünk el. A másik asztal a húsvétnak és a hozzátartozó kiállítás rész a húsvétnak a hagyományvilágát mutatja. Báta mindig is híres volt, hogy egyetlen katolikus településeként a Sárköznek a piros hímes tojásáról voltak itt nagyon híres tojásfestő asszonyok, akik ezt a hagyományt továbbíték és örökítik ma is. Igyekeztünk olyan hímes tojásokat összeszedni, amelyek még a régebbi időkből valók. Egy tálban hímes tojást, illetve ide került erre az asztalra még a húsvéti ételszentelésnek a jellegzetességei, a kalács, ide került a bor és a tojás is egy edényben, illetve a komatál. Ugye a húsvéti ajándékozásnak a szokása az a bátaiaknál is szokás volt, amikor a komák egymásnak húsvétkor hímes tojásból, szintén borból és egy csárdás pántrikával letakart, úgynevezett komatálat vittek ajándékba. A negyedik kiállítás rész a családi élet vallási eseményeit mutatja be. A születést, a keresztelőt, az első áldozást, a bérmálást, a házasságkötést természetesen, illetve az elmúlást, a ravatalt mutatja be, ugye ezt is megpróbáltuk ennek a hangulatát megmutatni. A házassághoz, illetve a családi életnek az első feléhez kapcsolódóan nagyon szép tárgyi emlékek is jelennek meg itt. Első áldozási képek, első áldozási csoportképek, régi időkből, 40-es, 30-as, 40-es évekből, illetve az elmúláshoz kapcsolódóan pedig a háztól való temetésnek a szokás, ugye ez ma már csak az idősebbek emlékeznek erre, fiatalabbak már nem, amikor a háznál ravatalozták fel a halottat. Ilyenkor ugye jelzi itt a ravatalnál ez a fekete abrosz, ez tulajdonképpen a letakart tükröt akarja jelképezni, illetve néhány olyan fotót tettünk ki, amikor gyermekhalál történt, akár egy látható itt egy 4-5 éves kislány a ravatalon, egy 10 éves fiú, illetve egy olyan bátai leány, aki az esküvője előtt halt meg, ezért őt például a staférungjával együtt ravatalozták föl, gyönyörű karácsonyi abroszok vannak aláterítve a ravatalon, hiszen ő vitte magával azt a staférungot, amit vitt volna a család. Ami itt különlegesség még a bátai katolikusoknál, és itt említeném meg, az a halottas törölköző. A középkorra megy vissza ennek a hagyománya, méghozzá ugye ezt a halottas törölközőt, ez egy hímzett, bátai hímzéssel, hímzett fekete vagy piros törölköző, ugye a feketét azt az idősebbeknél, a pirosat a gyerekeknél használták, ezt fölakasztották egy keresztre, és a halottas menet előtt vitték. Ez egyébként egy nagyon ősi középkori szokásnak a maradványa. A középkorban ugyanis ez Krisztusnak a zászlaját, a feltámadási zászlaját jelképezte, és a bátaiaknál megmaradt annak a szokás, és ezt a törölközőt utána a temetés után nem vitték haza, hanem ezzel fizették ki tulajdonképpen a papot és a kántort, tehát egészen a mai napig fönnmaradt annak a szokás, hogy ezt a törölközőt a pap, illetve felváltva a kántor kapja, és ez a köszönet tulajdonképpen a temetésért. Hogy hogyan jött össze a történelem ilyen sok darabkája. A bazilikának a gyűjteményében volt egy olyan alapanyag, egy alapgyűjtemény, amely ennek az alapját képezte. Ehhez járul a bátaszéki egyháztörténeti gyűjteménynek az anyaga is, ott oda is kerültek nagyon szép tárgyi emlékek, amelyek itt megjelennek a kiállításon. És amikor nyáron elkezdtem, egy időben kezdtem, mert iskolai időben ezzel nem tud az ember foglalkozni, tehát nyáron elkezdtem már kirakni, és szinte olyan jó eső érzés volt, ahogy a bátaiak jöttek, segítettek nekem abban, hogy mit, hova tegyünk, illetve hozták a dolgaikat. Kinek mi volt otthon?
Aztán, hogy ez még bátaiasabb legyen, hozták ezeket a gyönyörű abroszokat, ezeket a szövött abroszokat, és tényleg ezáltal egy olyan színes, a bátai népművészetet, néphagyományt és a vallási életet bemutató kiállítás keletkezett, amelyet én úgy gondolom, hogy mindenkinek látnia kell. Már több mint 1000-en nézték meg ezt a nem mindennapi tárlatot, aki azonban még nem jutott el a kiállításra, december 1-ig ezt megteheti.